Szóbeliség, írásbeliség, másodlagos szóbeliség, másodlagos írásbeliség és új képiség az információ és kultúra tudomány mai értelmezésében. Előadásomban azt tekintem át röviden, hogy a kommunikáció az információ átadás szempontjából mit is jelent, milyen újdonságokat és problémákat hoz az a tény, hogy tudományos és technológiai paradigmaváltás közben vagyunk. A szakirodalomra támaszkodva vázolom az információ és kultúra tudományok a legújabb médiakutatások néhány eredményét, közelítési módjait. Igyekszem definiálni a referátum címében jelzett fogalmakat, néhány példával is alátámasztva azok tartalmát és jelentését. A társadalomtudományokban és a politikai életben, sőt a köznapi beszédben is gyakran esik szó az elmúlt évtizedekben az információs társadalomról. Ez a kifejezés Dávid Adrienne megfogalmazása szerint napjainkra gyűjtőfogalommá vált. Egyszerre jelenti az ipari civilizációt felváltó korszakot, a társadalom és gazdaságpolitika átfogó jövőképét formáló közösségi minőséget, valamint a következő történelmi szakasz felé mutató céloknak és folyamatoknak az összességét. A számítástechnika, az internet, a telekommunikáció robbanásszerű technikai fejlődése és elterjedése világméretű össztársadalmi változások kialakulásához vezetett. Új korszak kezdődött, amelyet az információk soha nem látott bősége és korlátlan világméretű terjedése jellemez. Mindenki számára felértékelődött a tudás, a korszerű ismeretek birtoklása, világossá vált az élethosszig tartó tanulás fontossága, a munkaerőpiacon való érvényesülés feltételeként. Az emberek, közösségek, térségek és nemzetek közötti korszerű kommunikációs formák kialakulása és elterjedése lehetővé tette egy új, hatékonyabb együttműködés lehetőségét úgy a gazdaságban, mint a társadalmi és a közéletben. Ez a lehetőség új társadalmi struktúrák, egy másfajta kultúra, a központi hatalom és a hierarchikus osztályok helyett egy sok központú horizontálisan szervezett és egymást kiegészítő önkéntes közösségekből álló társadalom megjelenéséhez vezet. Az együttműködés megváltozott keretei között a társadalmi tevékenységek összességében, a termelésben is, egyre inkább meghatározóvá válik az új termék, mint áru és mint hozzáadott érték, az információ. Koltai Tibor egyik írásában különbséget tett az információs műveltség és a média műveltség között, jelezve, hogy míg az előbbi definíciója szerint információsan műveltnek azt tekinthetjük, aki felismeri, mikor van szüksége információkra, aki megtanulta, hogyan kell tanulni, továbbá ismeri, miként szerveződik az információ, hogyan található meg és hogyan használható fel a tanulásban. A média műveltség Varga Katalin megfogalmazása szerint, kitágítva a műveltség korábbi fogalmát, meghatározható úgy, mint azoknak az ismereteknek és készségeknek az összessége, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megértsük, milyen médiumokban és formákban jelenhetnek meg az adatok, az információk és a tudás, hogyan keletkeznek ezek, hogyan tárolhatók, hogyan továbbíthatók és hogyan prezentálhatók. A média műveltség segít abban, hogy jelentéseket tudjunk felfogni és létrehozni egy olyan kultúrában, amelyet erőteljes képek, szavak és hangok alkotnak. Ezekből a definícióból világosan látszik, hogy a médiának maguknak a kommunikáció különböző formáinak milyen jelentős hatása van az emberi gondolkodásra és művelődésre. Az oktatásügyre és végső soron magának a társadalomnak, sőt, a globális társadalomnak az alakulására, fejlődésére. Éppen emiatt a kommunikációs formák, a média működése, az információ közvetítés régi és új formáinak kutatása évtizedek óta, sőt, ha pontosan akarunk fogalmazni, azt mondhatjuk, szinte egy évszázada a figyelem homlokterében áll. Felkészülésem során nevelés és művelődés történeti kommunikációelméleti, nyelvészeti, agykutatói közelítésekkel, kutatási eredményekkel épp úgy találkoztam, mint a kultúra és információ tudományi médiakutatási és esztétikai kutatásokkal. Ezek közül előjáróban az egyik területet kiemelve szeretnék utalni Császi Lajos Médiakutatás a kulturális fordulat után című tanulmányára,
amelyben a szerző összefoglalta, hogy mit jelentett a posztmodern irányzatok 1980-as évektől datálható megjelenése a médiakutatásban, hogy milyen hazánkban kevéssé ismert és kifejtett történeti és elméleti síkon is megragadható különbségeket lehet kiemelni a korábbi modernista társadalomtudományi és a posztmodern kulturális médiakutatás jellemzői törekvései között. A főként Angliából induló posztmodern kultúraelmélet és médiakutatás új nézőpontból tekintett a média társadalmi szerepére. A kutatók feltárták azt, a Császi Lajos által is kiemelt sajátosságot, hogy a korábban használt, Habermas által is leírt médiafogalom a polgári nyilvánosság univerzális modelljén, a politikai szólásszabadságon, a társadalmi egyenlőségen és a történelmi haladás emancipatorikus eszméjén alapult, címzettje a politikailag aktív polgár volt. Közszolgálat, ahogyan a máig fennmaradt elnevezés is mutatja. Az utóbbi évtizedek kutatásai azonban rávilágítottak, hogy a közszolgálati média az elit kultúráját reprezentálta. Kimaradtak belőle az alsó társadalmi osztályok és a plebejus nyilvánosság képviselete, továbbá a nők, a kisebbségek, a fiatalok, a fogyasztás és szórakozás arányos reprezentációja. A német szociológus Niklas Luhmann nagy hatású ma már magyarul is olvasható művében, a Tömegmédia valósága című könyvében adott részletes és igen izgalmas áttekintést arról, hogy a tömegmédia hogyan manipulálta a tudást. Monroe Price pedig sokrétű komoly média történeti vizsgálódásra is alapozott kötetet szentelt azon kérdéskör bemutatásának, hogy mit is jelent, lehetséges-e egyáltalán a független televízió és sajtó, és hogy milyen hatást gyakorol a televízió maga a média globalizációja a nemzet létezésére. Az új szakirodalmak és személyes tapasztalataink doxa jellegű hétköznapi ismereteinek is azt mutatják, hogy napjainkra a média szerepének a nyilvánosságnak a korábbi felfogása helyett az vált elfogadottá, hogy a társadalmi nyilvánosság a média által közvetített létmódok, a mediatizált világok komplex együtteséből áll, amelyekben a közvetlen emberi kommunikáció és a közvetített mediatizált kommunikáció szétválaszthatatlan kapcsolatban van egymással, és amelyek behálózzák az élet minden területét. Az elmondottak illusztrálására egy példa. A nyugati tévénézőknek világszerte szinte közös filmélménye a Sex és New York című sorozat. Egy médiakutatás újabb kulturális vonalát képviselő feminista elemző, Joke Herms egy írásában elemezte egy a korábbi modernista médiakutatási vonulathoz tartozó kritikus sorozatról készített írását. A kritikus többek között azt írta, hogy a filmben nem reális nők, nem reális szituációkban jelennek meg, és a néző naivul elhiszi, hogy mindez mégis a való életben játszódik. Herms viszont kigonyolta ezt a fajta paternalista és kiskorú éretlen nézőknek szakértők által elmagyarázandó híreket és filmeket kínáló szemléletet. Azt írta, hogy a jelek szerint a modernista kritikus azt feltételezi, hogy ő aztán tudja, mi a való élet, a nézők viszont nem. Ez a példa a média korábbi és mai élethosszának alapvető különbségére világít rá. Veszeli Anna megfogalmazása szerint, az előbbi szerint a médiának az elit műveltségét kell közvetíteni a közszolgálatiságon keresztül, az utóbbi szerint viszont az értelmiségnek el kell fogadnia, hogy sokféle nyilvánosság létezik és kritika helyett a társadalmi és kulturális jelentések komplex gazdaságának megfejtésében és tolmácsolásában kell szerepet vállalnia. Jól mutatják ezt a szemléletváltást és a nyilvánosság sokszínűségét, sőt a közönség fogalmának változását, a megváltozott kommunikációs módokat is a kereskedelmi televíziók csatornáinak műsorai, illetve műsorszerkesztési törekvései, az elmosódó határok, az állandó áramlás, a flow megjelenése és eluralkodása, a tematikus utazási, főzési, zenei, sport, mesei, időjárási csatornák mindennapi emberi tevékenységekbe ágyazása, a reality műfajok, a talk show különböző formái. Császi Lajos összegzése szerint napjainkban valamiféle hibrid médiakép uralkodik, jelen vannak még a korábbi magas és hivatalos kultúra elemei, például a hírek, a művészfilmek, az ismeretterjesztő műsorok, ám dominálnak a korábban kirekesztett és lenézett szórakoztató és populáris műfajok.
Éppen ezért az elkövetkező időszak egyik fő kérdésköre, kutatási területe a kultúratudományban az lesz, hogy milyen korábban ismeretlen, de a korábbinál demokratikusabb formákon keresztül teremti újjá nevelő, informáló és integráló társadalmi feladatokat a mai média. Mindehhez pedig véleményem szerint elengedhetetlenül fontos a szóbeliség, írásbeliség és a képiség különböző referátumom címében is jelzett régi és új formáinak egybekapcsolódásának és egymásra hatásának átfogó vizsgálata, ezek nélkül ugyanis sem a médiában és tágabban az információ közvetítésben, már lezajlott folyamatok sajátosságai, sem pedig a jövő feladatai nem érthetők jól, nem megragadhatóak a maguk komplexitásában. A résztémához bevezetésként hadd idézzem Balázs Géza, az írásbeliség változásai, a nyelv egyetlen létforma, de több technológia című tanulmányának néhány gondolatát. Többek között ő is rámutatott például arra, hogy a kommunikáció változásainak és azok gondolkodásra tett hatásainak vizsgálatához számos tudományterület bevonására van még szükség, hiszen a problémakör rendkívül összetett. Különösen igaz ez a mostani paradigmaváltás időszakában, amikor azonban bármilyen forradalmiak is a változások, a korábbi történeti korokhoz hasonlóan igaz, hogy a technikai, technológiai változások során is mindig megőrződik számos elem a múlt kommunikációs formáiból, és ahogyan Balázs fogalmazott, egy újabb kor technikája rendszerint ráépül az azt megelőzőre, mint egy megszüntetve megőrzi azt. A változásokat illetően jól érzékelhető a tendencia, hogy rövidülnek a kommunikációs korszakok, a szóbeliség legalább 100 000 éve kialakult, az írásbeliség mondjuk 7 000 éve, a könyvkultúra alig több mint 500 éves, a rádió nincs 100, a tévé alig több mint 50, az internet széleskörű elterjedése 15 éve kezdődött, az SMS felfutása 10 éve. Szécsi Gábor a Kommunikáció és Gondolkodás című könyvében magyar nyelven az egyik legrészletesebb interdisziplináris, de alapvetően nyelvészeti leírást adott az elsődleges és másodlagos szóbeliségről és írásbeliségről. A történelem során kommunikációs, mentalitástörténeti, kultúrtörténeti szempontból is a szóbeliségről az írásbeliségre való átállás tartja a legnagyobb váltásnak. Ez nyitott ugyanis új távlatokat a gondolkodásban, az írásbeliség kialakulása összekapcsolta a múltat és a jelent, szabaddá tette a racionális, okszerű, elemző, fejtegető gondolkodás útját, lehetőséget adott az elvont kifejezésmódra, a fogalmi reflexiókra, látható formába öntötte a nyelvi kódokat, választékosabb, az egyéni árnyalatok kifejezésére alkalmasabb módja lett a kommunikációnak, változásokat okozott az emberi tudat szerkezetében, végső soron társadalmi változások forrásává vált. A nagy váltást Szécsi Gábor az időszámításunk előtt 4. században látja megragadhatónak, kiemelten is a görögséghez, Platón műveihez kapcsolódóan. Akkoriban vált a görög alfabetikus írás széleskörűen használt kommunikációs eszközzé. Platón műveiben az elemzők szerint már nincsenek jelen az olyan elsődleges szóbeliségre jellemző elemek, mint például a memorizálás segítő metrikus nyelvezet, a folytonos rítusszerű ismétlődések, didaktikus, tanítócélú kijelentései már elvontabbak, mint az elődeié, szövegeiben számos elvont fogalom, ok, okozati vagy logikai kapcsolatra utaló ige szerepelt. Ugyanakkor szeretnénk megjegyezni ezen a ponton, hogy az akkor ismert és a későbbi történeti korban előttünk álló világ számos népe esetében is még Platón idejét követően évszázadokon vagy akár évezredeken át is jellemző, vagy akár egyeduralkodó volt az elsődleges szóbeliség. A másodlagos szóbeliség kora a 19-20. Század fordulójától köszöntött be, és ma is szerves része ez a kommunikációs forma a mindennapjainknak. Nem mást jelent ez, mint a technikai eszköz közbeiktatásával folyó párbeszéd. Ahogyan Balázs Géza megfogalmazta, ennek első formái a telefon, fonográf, a rögzítő és lejátszó, a gramofon, a lemezjátszó, a patefon, majd szalagos és kazettás magnetofon, illetve a műsorszórás vonalán a telefon hírmondó, a rádió, a televízió, később ezek digitális változatai, a mobil kommunikáció, valamint a számítógépes kommunikáció beszélt nyelvi formái, meghangosított beszéd, beszédszintetizálás, például a telefonos ügyfélszolgálatok, pályaudvari digitális hangosbeszélő, a Digiton. Szeretném megemlíteni, hogy kísérletek folynak a beszédszintetizálással, digitális beszéd előállítással kapcsolatban is, de ez tulajdonképpen már a harmadik szóbeliség lesz.
A másodlagos szóbeliség definíciójának megalkotásakor is abból kell kiindulnunk, hogy az írást, magát az írás képét nem emberi kéz készíti, rajzolja, például tollal, palavesszővel, bottal vagy ujjal, hanem egy adott technikai eszköz hívja azt életre, írógép, számítógép, mobiltelefon. Megjegyzem, hogy küszöbön áll a harmadik írásbeliség kialakulása is, hiszen kísérletek folynak az élőbeszédnek közvetlenül számítógéppel történő lejegyzésére is. A másodlagos írásbeliséget az írásmódok, stílusok, szövegtípusok, változatossága, gazdagsága jellemzi. A kutatások jelentős része éppen ezzel kapcsolatos, csupán egyetlen erre vonatkozó példát említek, számos kutató foglalkozik például az SMS szövegek elemzésével, mint például Zimányi Árpád, és kialakulóban van világszerte a másodlagos írásbeliség formáiból következő nyelvi sajátosságok vizsgálatát célzó netnyelvészet. Az új szó és írásbeliség együtt jár többek között a szóforradalommal, rengeteg idegen szó megjelenésével, a helyesírás változásával, a túlírással, a szöveg folytonos újraírásával, bővítésével, nő az innen-onnan saját írásainkba átemelt szövegek száma, csökken viszont a szövegek koherenciája, az azokat összetartó erő, sajátos mobil és internet szleng jelenik meg, születőben van az egészen újfajta jel és képi világ, amit Balázs Géza szlenges helyesírásnak nevez. Ezek között a teljes képszerűséget a nonverbális jelek, az úgynevezett mosolyikonok jelentik. A sort hosszan folytathatnánk, ami azonban összegzésként a másodlagos szóbeliség és írásbeliség jelenlegi sajátosságairól elmondható, az az, hogy igen komplex jelenségekről van szó. Az internet és a média világa is átgondolt és összehangolt kutatásokat kíván, hogy jobban megérthessük az új nyelvi kommunikációs formákat, és fontos, hogy ne mondjunk le a nyelvművelésről. Az információs és média műveltség referátumom elején vázolt fogalmakhoz visszakanyarodva, zárásként szeretném kiemelni, hogy korunkban mindkét fogalom jelentősen kiszélesedett, és a kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a műveltség magába foglalja az egyrészt annak klasszikus elemeit, ugyanakkor, mint korunk új fejleménye, az információs és kommunikációs kompetenciákat is. Koltai Tibor már említett tanulmányában, Brandit idézve úgy fogalmazott, hogy globalizálódó világunknak olyan állampolgárokra van szüksége, akik rendelkeznek az írástudás készségeivel, információs műveltséggel, akik sokat olvasnak, tisztán látnak és gondolkodnak, jól értesült emberek módjára kérdeznek, megkérdőjelezik a szaktekintélyek, sőt még saját maguk állításait is. Ráadásul mindennek érvényesnek kell lennie a médiához való viszonyulásuk során is, és az információs műveltségnek lényeges eleme kell, hogy legyen a kritikai gondolkodás.